A negyedik negyedet az Eisberg támogatta. Véletlen vagy nem, furcsa minden esetre, hogy Pogány Judit fekete blézerben jön, vagy nem tudom, fekete valamiben, és én is nem szoktam fekete inget venni, de most igen. Én meg nem szoktam más színűt. Tehát, nem tudsz véletlent velem kapcsolatban, mert igen, gyakorlatilag tudod, 56-ban, 56 után volt ez a kicsit lázadóan gondolkodó ifjúság, és én akkor igaz, hogy gyerek voltam, de hihetetlen csodálattal néztem a nagyobbakat, a nagyobb gyerekeket. Mert én akkor 12 éves voltam, és egyszer csak valahogy, még egészen fiatal koromban volt még piros ruhám is, vagy ilyenek, de egyszer csak elkezdtem vágyni arra az izgalmi állapotra, ami 56 után, amiket megéltünk akkor még ifjak. Tudatlan vagyok, miközben a fekete színhez. Mert a lázadó ifjúság akkor feketébe járt. Aha. Tehát az volt egy alap. És ez a lázadás mind a mai napig benned van? Na hát nem azon a szinten, nem, gyakorlatilag nem úgy működik, de a lázadás az igen, tehát minden olyan pillanatban, amikor valami igazságtalanságot vélek, vagy nem tudom mi, akkor sajnos nem tudom tartani a számot. Na de azt elég jól viseled, hát az arcodra nézek, a sminkedre. Nincsen mostan, még megpróbáltam, de olyan meleg van, hogy leolvad, de abba hagytam az egészet. De azt akarom, hogy te erre soha nem adtál igazán, nem lázadtál az idő múlása ellen. Nem, ezt elfogadod? Teljesen. Ami ellen én lázadnék így magammal kapcsolatban, az a kövérség. Tehát én olyan végtelenül nem tudom, most már 25-30 éve vagyok ugyanilyen kövér. Mondjuk hát talán 10 kiló még rájött az utolsó 5-6 évben. De régóta vagyok már kövér, mint figura, mint színész, így is, mert ma már így ismernek az emberek, és még mindig nem tudtam se a fejemben elfogadni, se fizikailag, tehát, hogy minden ízületi kopást, mindent a kövérségre tudok fogni, és valóban is ez az oka minden bajomnak. Mondanám, hogy korral jár, de hát azért ez nem így van. Nem lenne kötelező, mert olyan csodálatos színészek vannak nekem előttem, mint mondjuk a Tímár Éva, akit már egészen egy színháznál, amikor én kezdtem, ő egy év, pár év múlva odaszerződött Kaposvárra, és nagyon nagy barátságban voltunk. Tehát én őt csodálattal nagyon szerettem, és a mai napig nagyon szeretem, és hát egy csodálatos alkatú, gyönyörű idősebb nő lett belőle. Igen, ez így van. Pedig kis ilyen egykorúak vagyunk, de én meg elromlottam. Azt mondod, hogy 12 éves vagy, ámulattal nézed a nagyobbakat, fekete szín, innen igen, jön. Igen. Akkor, amikor te 12 éves voltál, akkor még élt az apukád? Nem, én 8 és fél éves voltam, amikor édesapám meghalt. Nagyon késői gyerek vagyok, apám 52 éves volt, mikor én születtem. És hát viszont még nem volt 61 éves, amikor meghalt. De hát neki nagyon kemény élete volt. Szóval, hogy erre a szomorú történetre te úgy emlékezel, vagy azt gondolod, hogy ezt fel tudtad dolgozni? Mert egy gyerek, amikor a szüleit, és hát az édesanyád is meghalt. Nem, én egész életemben hivatkoztam arra, hogy minden akkor dőlt el az életemben, hogy mifelé indul, és mi az, amit nem értem el, és nem kaptam meg, hogy apám meghalt. Tehát, hogy én mindent oda kötök ahhoz a ponthoz. Ez olyan érdekes, megrázó adott esetben, meg szomorú, vagy akár erőt is adhat, mert túl kell élni, és egyedül kell az életedet megoldani, de olyan érdekes, hogy azok, akik elmennek mellőlünk, azok hiányoznak-e valójában, ott maradnak-e velünk, a hiányokat így értem, és hány ember van, aki fontos volt, és elengedjük, és elment, már nem gondolom. Igen, de én például apámmal kapcsolatban a gyerekkoromban nagyon-nagyon keményen fájt, szóval, hogy emlékszem, a temetés után, hát ugye a temetésnél azt láttam, hogy oda letették a
földbe, és rádobálták a földet, és a sok koszorút. És utána, két hét múlva, hogy mikor is történt az, hogy nagyon nagy eső volt, és nem tudtam felfogni, hogy apám ott a sárba ázzon, érted? És akkor egy barátnőmmel elszöktünk ott, hívtam, hogy egyedül nem mertem kimenni a temetőbe, elszöktünk a temetőbe megnézni apámat, hogy mi van vele ott a sáros földbe. És képzeld, hát nem volt semmilyen eszközünk, és be volt süpedve, be volt horpadva. Talaj. Tehát a frissen ráhordott föld az esőtől, a víztől be. Összeesett. Na és akkor puszta kézzel nyomkodtuk össze a sarat, és egyengedtük simára, és puszta kézzel lapogattuk a sírt ott, hogy legalább úgy nézzen ki, mintha jó helyen simogattad. Lenne. Igen. Tehát, hogy még egy ilyen szökésem is volt apám miatt. Nem tudtam felfogni, hogy ez hogy... Azt éreztem, hogy nincs többet, tehát azt azért értettem, de nem akartam, hogy ő rosszul érezze magát. Na mindegy, de utána egész életemben mindig példa volt, minta számomra. És rengeteget mesélek róla, tehát bármilyen történethez képest mindig hozzá tudom kapcsolni, hogy apám például... hogy hány hangszeren játszott, vagy hogy ő milyen volt, meg hogy például bemegyek egy szobába, ahol van valami régi bútor, akkor rögtön elmondom, hogy apám Erdélyből hozatta, nem tudom milyen bútorokat, amikor meg. És szóval, anyád? Édesanyám meg, akkor már felnőtt voltam, sőt színház színész, sőt a fiam is 7 éves volt már addigra, mire édesanyám meghalt, 1979-ben, és hát ott meg egy nagyon kemény betegség volt, egy gégerák. És pont szabadtéri színházban dolgoztam nyáron, Egerben, a Liceum udvarán, amikor jött a telefon, hogy édesanyám rosszul lett és kórházba került. Úgyhogy azonnal összepakoltam a gyereket, és hazamentem Kaposvárra. És amikor bementem a kórházba, addigra neki már itt felmetszették, mert már nem kapott levegőt. Tehát gégemetszés, ott az a fém cső, na most azzal együtt már valami ilyesmi hangon tud beszélni egy ember, és akkor naponta 5-ször jártam be hozzá, mert csak folyadékokat tudott már úgy fogyasztani. Tehát... Nem rossz neked, hogy erre emlékeztetnek, ez nem fáj? Nem az, hogy, hát persze, hogy fáj, de az ember sok mindent nem is baj, ha kibeszél magából, vagy egyáltalán... Tehát 5-ször mentem hozzá naponta, és aztán utána már hát borzalmas volt, és utána már kómába esett, és én ugyanúgy 5-ször bementem, mindig 5-ször vittem a Turmixolt dolgokat, amiket tudtam, hogy szeret, amiket neki ott voltál, készítgettem. Nem. Volt az életedben olyan, amikor bárki, tehát amikor láttam, halált együtt igen. Éltük meg. Igen, volt egy háztartási alkalmazott édesanyáméknál, tehát amikor én születtem, ő már ott volt a családban, és engem zömében ő nevelt. A édesanyám olyan egészen, azt mondanám, hogy abnormális kötődése volt apámhoz, tehát hogy akkora szerelem volt az ő kapcsolatuk, hogy ő a gyerekeire nem tudott annyira figyelni, mint apámra. Tehát, hogy ott egy olyan erős idegileg is le volt kötődve apámhoz, tehát a nevelőmama, a háztartási alkalmazott, több időt töltött velem, tehát engem ő nevelt. És aztán, mikor ő megöregedett, akkor aztán ugye kezdetben Kaposváron éltem, meg már akkor Budapesten, sőt Szigetszentmiklóson, de aztán magamhoz vettem, és hát sok éven át hol ilyen szívgyógyszert szedtünk, hol olyan más gyógyszert, tehát hogy végigcsináltuk, a 86 éves elmúlt már. Visszaadtad neki azt a sok szeretetet. Igen, hát illetve nem is tudatosan, csak hát így alakult, és ez volt a természetes. És ő ott halt meg előtted? És akkor úgy volt, hogy egy hajnalban rosszul lett, én közel lakott hozzánk a családorvos, elszaladtam hozzá, de nem jött ki, azt mondta, hogy hívjam az ügyeletet, az ügyeletes bácsi hétvége pont szombat hajnalban, és akkor az ügyeletes doktor bácsi annyi öreg volt, hogy én segítettem át a küszöbön, karom fogva, szétesett a stetoszkóp a kezébe, én dugdostam össze utána azt a gumicsövet. Lényeg az, hogy mire ő úgy döntött, hogy mentőt kell hívni, addigra én mondtam Etának, hogy na vegyünk, mondom, nem kell öltözködni, egy pongyolát. És ahogy vette magára a pongyolát, megszédült, összeesett,
és akkor én még elkaptam őt, tehát, illetve próbáltam elkapni, de nem bírtam el, akkor még voltam ennyire kövér, akkor még a kövérebb volt nálam, tehát nagyobb súly, és akkor együtt leestünk a földre, és úgy halt meg az ölemben. Tehát mire a mentők jöttek, ők mondták, hogy mondom, nem kell már bántani, mondom, már 20 perce. Ez olyan furcsa. De aztán próbálták újraéleszteni, de hát már nem sikerült. Hogy azon gondolkodtam, amikor nekiugrottam ennek a sorozatnak, hogy én találkoztam-e a halállal közvetlenül. Szóval, és arra jöttem rá, hogy soha. Tehát neked nem halt meg előtted mégsem ilyen állat se? Tehát, hogy valami állat kapcsolat? De egyszer ezt elmeséltem, egy mókus, igen, aha, bejött, és az ott meghalt. Nem a kezeim között halt meg, de kivittem, és reggel úgy találtam, nagyon megrázott, meg a kutyám halála, de ott se tudtam ott maradni, tehát már el kellett vinnem elaltatni, és mert a 20. század és 21. század Magyarországán legalábbis, mert a világban sokféle kultúra van, ugye, hát a szeretteink már nem otthon halnak meg, bár vidéken azt hiszem azért ez még másképp van egy kicsit, de hát... Vagy a véletlen úgy hozza, hogy mint Etával bementük volna a kórházba, az a nevelőmama, bementünk volna, hát hívtuk a mentőt, de már nem került rá sor. Tehát, hogy ilyenkor azért előfordul, hogy az ember ott van abban a pillanatban, amikor beáll a halál. Te megengedted nekem, hogy egyáltalán ezt a témát szóba hozzam, az idő múlását, az öregedés folyamatát, meg hát a halált is, erről beszélünk. Igen. És megkérdezem, bár ugye ez nagyon udvariatlan normális körülmények között, mert ez is tabu téma, mint a halál, hogy te hogy birkóztál, meg nem a kilóiddal, mert azok vagy vannak, vagy nincsenek, hanem hát avval, hogy megöregedtél, hogy hála Isten, teszem azt hozzá. Ez egy nőnek, de egy férfinek is, férfitől is kérdezhetem, ez egy nehéz, fájdalmas nekem folyamat? Nem. Semmilyen problémát az, hogy az idő múlik, Úristenem, hogy jaj. Ez nekem is, nem is, tehát nem is ismerem azt az érzést, hogy az ember ettől egy kicsit is nyivákoljon. Tehát ez egy teljesen természetes folyamat. Teljesen természetes folyamatnak tartom az öregedést. És azt is, hogyha egyszer csak úgy meg kell halni. Tehát, hogy amitől az ember borzad, és én magam is, amitől borzadok, ha nem vagyok már önellátó, és akkor még tovább kell élni. Azt nem szer, az. De most még nem tartunk nem itt, maradjunk még egy picit annál, hogy hát mégis talán egy nő gyakrabban néz tükörbe, mert kifesti magát. Hát persze, hogy utálom magam nézni, hát, de ott is nem a... Például én csodálatosan szépnek látom azokat a kolléganőimet, akik szenvednek attól, hogy őnek ráncos az arcuk. A ránc az gyönyörű. Azzal semmi baj. És hogyha nem sikerül jól világítani egy forgatáson, és még ráncosabbnak tűnik a filmen, az meg még szebb. Tehát, hogy egyszerűen azzal nekem a világon semmi. Mert mindig azt mondják, hogy hát nem baj, hogy kövér vagy, így legalább nem vagy olyan ráncos. De mondom, hogy hát boldog lennék, ha ráncos lehetnék, mert akkor nem a háj lenne az, amit én mindenki nekem... Mindenki cserélne a másikkal mindig. Nem, én de csak a férfiak kövésen. Hogy öregszenek? Én szerintem a férfiak, bár nem árulják el, sok esetben hiúbbak, mint a nők. Tehát a férfiak már fiatalabb korukban elkezdik, hogy nem fogadják el, hogy itt vagy ott kopaszodik a fejük, vagy nem tudom micsoda. Én ezeket is, de a megértéssel fogadom, annyi félék vagyunk. Tehát aki nem szereti az öregséget, jó van, hát próbálom vigasztalni. De én nekem ezzel nincs bajom. Se az, hogy mindig mondják, hogy hát egy nőtől nem kérdez, hány éves, 77 leszek szeptemberben. Tehát, hogy de ezzel mi a gond? És amikor például Facebookra volt, nekünk a Molnár Piroskával volt a 1973-ban az Ahogy tetszik, Shakespeare Ahogy tetszik bemutatójára, volt egy gyönyörű fotónk. És most, amikor a macskajátékban a Mácsai Pál a két a Orbán Gizát piroskárasztotta, az Erzsikét meg én rám, akkor ugyanabban, véletlenül ugyanabban a pozitúrába kerültünk, tehát ugyanabban a pozícióba, mint az a régi fotó. És akkor ezt a két fotót én nagyon szerettem egymás mellett, és úgy valaki a Facebookra is föltette, és mindenki mondta, hogy hát, el se lehet hinni, hogy ők azok, meg hogy hát, mi lett belőlük. És
én itt a kommentre haragszom, hogy mi kéne, hogy legyen belőlem. Eltelt azóta 40 év. Hát mi maradtam volna ugyanúgy, vagy mi? Ez nem lenne furcsa, ha hasonlítanék a kislánykor ilyen elő? Az a 40 év, vegyük számba a hasznát, az előnyeit, hogy okosabb nem lettél. Dehogy nem. Hát az ember nem, feltétlen szerintem... bölcsebb lesz azért a megértséggel, persze. Én hát ezt azért, nem így látom. Hát mondjuk a tapasztalat, érted? Tapasztalat annyi mindenen keresztül megy az ember, annyi mindent áttél, hogy azért bölcsebb lesz. Tehát, hogy... Szóval akkor ez az előnye az öregségnek. De az jó, ha tapasztaltabbak vagyunk, meg bölcsebbek. Szerintem jobb azért. Akkor jobban látjuk a sok vacakságot, az emberi gyarlóságokat. Jó, hát szenvedés is jön vele idegileg nyilván, hogy amikor már nem hiszem, hogy van még remény erre vagy arra. Tehát én is azt látom, hogy ezekre a dolgokra nincs megoldás, legalábbis az én életemben már nem lesz rá megoldás. Ne, azok keserűségek, de én nem szeretnék naívabb, vagy butább, vagy hiszékenyebb lenni, mint amilyen vagyok. Igen. Félelmed csak attól van, hogy fájni fog, vagy hogy kiszolgáltatott ezzel? A fájdalmakat nem kedvelem. Hát ki most kedvelem. Is van, tehát hogy különféle ízületi kopások, derekam nagyon már nem jó állapotban van. Azt mondjuk, azt már egészen 30-valahány éves koromban egyik kollégám, aki már ugye nem él, a Dánfi Sanyi elejtett még, amikor a Pinokkióban, mint fatörzsbe voltam zárva. Tehát nem is tudtam helyezkedni, hogy jobban vagy ügyesebben essek. Első egyik nagy főszerepet. Igen, elejtett, mint fatörzs, és a 46-os fa klumpája a derekam alá került. És akkor kétség olyan 4 mm-t elmozdult. Az egy nagyon nagy, nagyon rosszféle baleset volt. És akkor még nem tudom, hogy hogyan, de azzal a fájdalommal még lejátszottam azt az előadást, viszont már egy éjszakai négykézláb mászás után otthon, hajnalban 36-kor már benn voltam a kórházban, hogy... De miért másztáltál négykézláb? Hát elmozdult kétség olyan... Jó, fájdalomtól meg a bacsak. Aha, értem. Nem tudtam fölállni. Minden esetre, akkor mentem, és akkor... Tehát a testi nyavaják itt vannak. Igen, na minden, az nem múlt el. Tehát ha valakinek egyszer elkattan a gerince, az azért egy életen átérzékenyen. Átvitt értelemben is, igen, az igen, nagy igen. Baj. Ha valakinek egyszer megtörik a gerince, akkor az utána vigyáz rá. Azt már nem lehet jóvá tenni. Igen, ez így van. Na most, nem tudom, hogy te milyen családban nőttél fel, de a hitre lennék én most kíváncsi. Nem a vallásra, mert az egy teljesen igen. más dolog szerintem. Bár nyilván van összefüggés a kettő között, de hogy te hiszel abban, hogy nem véletlenül vagy itt, hogy nem véletlen lesz, amikor ezt majd befejezed, hogy majd, tehát hogy más rendelkezik, vagy nem személyesítem én ezt meg, de mégis, tehát hogy van neked hited abban, hogy például, hogy mi lesz utána, ha meghalsz? Nem, ilyesmitben nem hiszek nem. egyáltalán. Én értékekben hiszek, kapcsolatokban, barátságokban, bizonyos fogalmakban, munkában, nem tudom én. Tehát, hogy hitem az annyiból van, hogy az értékeket elhiszem, és azokért képes vagyok küzdeni, vagy ilyesmi. De se túlvilágban, se elrendeltetésben, meg ilyesmiben nem hiszem, nem hiszek. A vallás nem, egyáltalán nem. Viccesen szoktunk ilyen gondolatokat. Kaposváron volt egy csodálatos kollégám, Kis István, aki nem bírta a pálya kompromisszumait, és önszántából kilépett a szakmából és az életből is, tehát öngyilkos lett. És utána bent a színházba, a próbákon az erkély egyik vörös bársony székén ült egy fekete macska, és folyton nézte a próbát. Asher Tamás rendezte az Öngyilkos című előadást, és amikor a Koltai Róbert a színpadon egy olyan jelenetet próbált, hogy tubán akart megtanulni, és van a jelenetben véletlenül sikerül neki egyszer, hogy valami hangot adni a tubán, akkor a macska megszólalt. Így vettük észre, hogy ott van, különben folyton csöndbe ül. És akkor én attól kezdve állandóan jártam és etettem a macskát, de a Babarczi László igazgatónk az
bár röhögve, mert ő hasonló gondolkodású, mint én, így a világegyetemmel kapcsolatban, tehát hogy röhögve mondta, de mondta, hogy ez a kis Pista, ez teljesen biztos, hogy ez a kis Pista. Ki, milyen érdekes, hogy két nevet mondtál, egyik sincs már veled, velünk, nagyon nagy, ahogy vénülünk, hát valljuk be. Hát most egy... melyik névre Babarczy László az abszolút velünk van? Nem, tehát nem, ő... nem. A kisre gondolok, és, ja, és előtte mondtál még egy nevet, bocsánat, értem, nem, aki azt mondom, már sajnos nincs velünk. Igen, igen, igen. És arra gondoltam, hogy hát ez a legnehezebb talán, megszokni, hogy pályatársak, rokonok, barátok már nincsenek. Nagyon sokan, borzalmasan sokan elmentek, igen. És mondjuk azt a véletlent, azt néha úgy nem értem, hogy érdekes, hogy nem pont én, hanem pont ő. Tehát, hogy az ember megy, de ezzel nem meditálgatok, tehát nem gondolkodom túl sokáig, csak úgy, hogy ő is elment, ő is nem, és miért pont ő. Tehát, sokaktól megkérdeztem tőled, és megkérdeztem, hogy kihúzod a telefonodból, vagy a noteszodból a telefonszámokat? Nem. Ott van. Képzeld el, hogy ott marad. Hát például az egyik legcsodálatosabb barátságom Őrsi Pista volt. Ugye Kaposváron dramaturg volt, éveken át nagyon sokat dolgoztunk együtt. Aztán politikai vonalon is mi nagyon egy oldalra álltunk, tehát én rettenetesen csodáltam, tiszteltem őt és az ő barátait. Tehát így kerülhettem, hát nem tudom, ilyen, hogy Konrád György, vagy nem tudom. Tehát én magamtól nem ismerkedhettem volna meg vele Őrsi Pistán keresztül, viszont igen, nagyon sok igen. Új barátom lehetett, vagy ismerettségem. Tehát, hogy a mai napig benn van a telefonszáma. Őrzöd. Igen. Hát nem tudom, hogy miért töröljem ki. De azt se gondolom, hogy jó, hogy ott van. Tehát egyszerűen csak ott van és kész. Tehát nem fordítok arra figyelmet, hogy végignézzem a névjegyzéket, hogy kit kell kitörölni. Te most egyedül élsz? Egyedül, igen. És ezt te jól viseled? Jól, nagyon, nagyon szeretek egyedül lenni. És ez még az öregséggel járó dolog, hogy én soha nem hittem volna, hogy valaha eljutok oda, hogy pillanatilag, hogy nem nagyon hiányzik a színház. Tehát, hogy ezt senki nem hiszi el nekem, hogy nagyon szeretek otthon lenni. És például a pandémiára több ízben rákérdez, hogy drága művész, hogy viselte a pandémiát? Mondom, nagyon jól, mondom, soha életemben nem is ismertem azt az érzést, hogy otthon levés. Tehát az, hogy úgy több napot... Mert mindig úton, hát mindig rohanás. Folyton rohanni kell. Próba. Mindig az elkéséstől féltem mindenhonnan, mert mindig többet vállaltam, mint amit teljesíteni tudtam. Igen, az legendás tudtam. Történeted, amikor még kicsi volt a gyereked, és nem jött a... És főszerep, de nem a Pinocchio, hanem... Edem, ez az Ahogy tetszik volt. Az Ahogy tetszik, az Ahogy tetszik volt. Életem első akkora főszerepe, Rosalinda. És nem jött haza a szomszédasszony, aki átvette volna estére a gyereket, és 5:45-kor a Koltai Róbert emelt fővel elindult otthonról. És mondtam, Robi, itt hagysz? Azt hát főpróbálja, mondom, és nekem nincs. Ő nem volt kezdőszereplő, és mint férfi színész se sminkje, se fodrász, se ruhájába kellett beleugrani, de ő nem volt kezdőszereplő. Én, mint női főszereplő, fodrászhoz kellett volna mennem, sminkelni, és kezdőszereplőként. Most nem tudom a Robit megkérdezni, úgyhogy ne bántsuk őt most, de az tény, hogy... De ezt akkor is befejezem, elindult otthonról, és mikor mondtam, hogy hát te nem is vagy kezdőszereplő, azt mondja, hogy de neki muszám. És már 6:30 volt, mire megérkezett a szomszédasszony, akinek sírva átadtam a gyereket. Ez az utolsó főpróba volt, utolsó, másnap bemutató. És akkor... A kocsink még nem volt, tehát egy ilyen 3 utcahosszat gyalog végig futva beestem a színházba, 6:45 után valahogy, és akkor hát se fodrász, se smink, semmi, jelmezbe beleugrottam, és elindult a főpróba, és a végén nagyon megdicsért, hogy kiválóan próbáltam. És akkor nem tudtam, hogy vajon mitől. Tehát, hogy rejtély, talán tehát a fájdalomtól, vagy a megoldhatatlan gondtól olyan keserűségem volt, hogy érzékenyebb voltam aznap este. Tehát, hogy nem lett rossz vége a történetnek, ezt kell mondanom. Te gondoltál arra, hogy ha vége ennek az előadásnak? Igen.
hogy akkor mi lesz veled? Hát, ha jól ér véget a dolog, tehát hogyha békésen távozom, akkor remélem, hogy többet nem lesz semmi gond. Tehát, hogy akkor már nem kell gondolkodni rajta, hogy mi lesz velem. Én valami olyasmire gondolok, hogy ne nagyon kelljen, nem szeretnék olyan típusú gondot hagyni a fiamra. Én például most Sziget-Szent Miklóssal élek, és Pesten. Minden szerettem, akit eltemettem, Kaposváron van a temetőben. És nekem most már rossz a szemem, tehát hosszú utakra már nem járok kocsival, ami azt jelenti, hogy nem tudok kijárni a temetőbe, úgy, ahogy illene, vagy ahogy a tisztesség, nem csak a lelkem, hanem a tisztesség megkívánná, érted? És a bátyám még Nagykanizsán, de oda se tudok az ő sírjához lejárni. Tehát olyan megoldást szeretnék, hogy a fiamra ne hagyjak, unokáimra ilyen gondot, hogy jaj, nem voltunk a nagymamánál a temetőbe. Tehát csak ennyi a gondom, hogy ez megoldódjon, hogy ilyen jellegű. De és akkor végrendelkezel, vagy mit csinálsz? De ez is érdekes, hogy 77 éves leszek, és még soha nem gondoltam arra, hogy végrendeletet kéne írni. Tehát azt hiszem, még nincs belém. Hát de mi lesz a gyűjteményeddel? A bohóz gyűjteményt mondod. Hát a bohóz gyűjteménnyel kapcsolatban viszont már eszembe jutott, hogy meg egy csomó más érték is van az én életemben. Édesapám első irodájából például irodaszerek. Hogy ezekkel mi lesz? Hogy lesz-e olyan ember utánam, aki bár a legcsekélyebb érdeklődést is mutatná ezek iránt, a tárgyak iránt, vagy a bohóz gyűjtemény iránt, hogy azokkal mit kéne csinálnom. Tehát, hogy nem kéne elajándékoznom, de honnan találjak olyan embert, akit érdekel egy ilyen bohóz gyűjtemény. 500-valahány darab, már nem tudom megszámolni, hiszen már nem tudom kitenni. Nincs hely, nincs rá megoldás. Zsákokban van, dobozokban, meg különféle kosarakban, meg már minden a padlástól kezdve az egész lakás egy raktár. Tehát, hogy... Igen, de ezek nagyon fontosak. De mikor beletúlok egy ilyen szatyorba, akkor akkor tényleg, képzeld, de nem tudtam, milyen az a pánikbetegség. És például, hogy ilyen nagyon fontos tárgyakra ránézek, vagy megfogom, akkor megérzem, hogy milyen is az, aki ilyesmibe szenved, mert itt egy ilyen nagyon erős szorítás és fulladás jön rám, és nagyon erős szívdobogás és kis remegés. Tehát, hogy nem csak fontos, hanem tényleg van bennem egy félelem, hogy ezekkel mi lesz. Igen, és állatokkal kapcsolatban is tudok ilyet érezni, hogy az utóbbi időkben, akit befogadtam, és még túl fiatal hozzám képest állat, hogy azzal mi lesz akkor? Ki veszi át? Most befejezzük ezt a beszélgetést, okay? Itt, ami nem tudom, jól esett neked, nem esett jól. Jól esett. És fölmerült az, hogy a csodába miért nem rendelkezel? Ja, hogy végrendelked? Hogy temessenek el? Elmondtad a fiadnak? Nem. Sose beszélgetünk. Kaposvár vagy? Nem. Nekem van egy díjam, amitől már én államilag tiszteletben lett Kossuth díj, és azokat már az állam is, meg hát maga a színház, a társulat tiszteletbeli halottjának tekinti. Tehát majd kitalálják, majd el fogják intézni normálisan a dolgot, úgy remélem. De ezzel együtt nincs kizárva, hogy kellene, nekem vagyonom nincs, tehát hogy arról kéne ítélkeznem, hogy kié legyen ez a ház, meg az a ház, nem tudom, csak. Tehát hogy ilyesmikről nem kell gondolkodnom, de az élőlényekről kéne gondolkodnom, meg bizony egy-két olyan bútorról, mert pihenjek, hogy az álló óra, amit szintén édesapám. Tehát ilyen majdnem, hogy a 19. század végéről, vagy legalábbis a 20. század legelejéről való bútorokról kéne gondolkodnom. Miközben tudjuk, hogy nem a tárgyak fontosak, látod? De nekem nagyon fontosak a tárgyak is. Igen, kapcsolatok is fontosak. Emberek, az állatokkal való kapcsolat, az nálam ugyanazt az értéket képviseli, tehát nincs amikor különbség. Amikor így ezekről a dolgokról beszélünk, vagy gondolkodunk, akkor benned nincs egy kis önsajnálat? Bennem nincs. Van?
Nem, hogy magamat... Igen, hogy jaj Istenem, hát mennyi dolgot szerettem én, nem. És mi lesz, hogy... Nem. Nem, gyakorlatilag, de valamikor hallom ezt a szót, hogy van, akinek van olyan, hogy bakancslista, nekem milyenek nincsenek. Utazni, na, ebben van olyan, hogy utazni nagyon szeretnék például, de már nem tudok. Én már nem tudok annyit gyalogolni, ami egy ilyen, ahhoz, hogy megnézni egy várost, vagy elmenni egy múzeumba, vagy tehát mondjuk, például nem voltam Görögországban. Nagyon sok helyen jártam, nem saját... Vigyenek az Isten áldja, meg a vállukra emelve vigyenek el téged. Nem, olyan barátságaim viszont nincsenek. Ültessenek be egy kerekesszékbe, és toljanak. Hát nem, ilyen barátságaim nincsenek, akiktől ezt elvárhatnám. Úgy fejezném be ezt a mostani beszélgetést, hogy nem én szeretnék elköszönni a hallgatóktól, vagy én is oda nézek, és azt mondom, hogy köszönöm a figyelmet, de hogy tedd már ezt meg te is. Ott van a kamera, hát először... és elképzeled azt, hogy egy nagy-nagy színházba vagy, és valahogy el kell köszönni. Hát először köszönöm neked a meghívást, hogy nem féltél attól, hogy én velem az öregségről nem lehet beszélgetni, tehát jaj, meghívtál, és nagyon büszke vagyok, nagyon szép névsorba kerülhettem így ezáltal be, és a közönségnek pedig azt mondanám, hogy nagyon szépen köszönjük a figyelmüket, és hogy erről a nem túl vidám témáról volt kedvük mégis, tehát véghallgatni és végezni. Viszontlátásra!